Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ebéd után mindig nehéz helyzetben van, ha valaki beszél, úgyhogy egy picit most nehéz helyzetben vagyok, de ezért próbáljunk munkat túltenni ezen. Na hát az Imre óriási léptekkel végigment 2000 év egyház történetén, óriási csizmával. Én igazából szeretném ezt folytatni, és amiről szeretnék beszélni, aznak az a cím, hogy az utolsó idők egyházi felelőssége. Ugye sok szó volt arról, hogy az egyházban mik történtek, és amit az Imre elmondott, én úgy gondolom teljesen jól összefoglaltam, nyilván nagyon röviden és tömören. Én most arról szeretnék beszélni, hogy először is, hogy az egyház, mit jelent az, hogy egyház? Sokan felekezetekbe gondolkodnak, de a Biblia szerint az egyház az nem felekezet. A Biblia szerint az egyház az Istentől elhívott, Jézus Krisztusban hívő, Szent Szellemtől újjászületett emberek közössége, amely nem azonos egyetlen földi szervezettel sem. Túlmutat téren és időn. Ez egy, mindjárt kicsit kifejtem jobban, és ami még tovább fontos, hogy ezt a definíciót folytassuk, hogy az egyház tagjai személyes kapcsolatban állnak Jézus Krisztussal, akik helyi gyülekezetekhez tartoznak. És ha már itt a felelősségről volt szó, rögtön az elején szeretném elmondani, hogy az egyház felelőssége ezért minden tagnak van, nem csak a vezetőknek, és nem csak általában az egyháznak. És ebben a definícióban az előbb mondtam, hogy egyetlen földi szervezethez sem tartozik, tehát egy szellemi dolog, de az ennek az egyháznak, amiről beszél a Biblia, hiszen Krisztusnak egy mennyasszonya van, ez az egyháznak van nagyon sok földi tagja. És nekem az a meggyőződésem, és 30 év alatt én nagyon sokat foglalkoztam az egyház történettel is, és igyekeztem nagyon sok egyháznak az életbe belenézni, hogy bizony minden egyházban vannak nagyon jó dolgok, meg vannak kevésbé jó dolgok. De én hiszem azt, hogy nincs olyan egyház, ami hosszú ideig tud működni, és csak rossz dolgok lennének benne. Tehát ez egy nagyon-nagyon hibás nézet lenne, hogyha valaki azt hinné, hogy most leírnánk mindent, mindenkit. Nekem meggyőződésem, hogy minden egyházban vannak nagyon jó dolgok, de vannak olyan korlátok, amik sokszor még a jót is megölik. És ezért nekem hiszem van, hogy ebben az egyházban, amiről én most beszélni fogok, ebben benne van mindenki, aki megfelel ennek a definíciónak. Lehet az katolikus, evangélikus, zsidó, református, vagy bárki, az mindennek a szellemi egyháznak a része, függetlenül attól, hogy a földileg hova tartozik. Ez egy fontos definíció, és tulajdonképpen akkor előjöhetne az is, hogy oké, de akkor miért van szükség egy omega gyülekezetre? Hogyha minden egyházban vannak jó dolgok, mert hiszem, hogy vannak. De vannak olyan korlátok, ami miatt az emberek vagy beszorulnak, vagy nagyon rosszul érzik magukat, és nem el is jönnek ebből a helyből. Tehát képzeljétek el, kicsit hunjátok be a szemeteket, és ha lenne lehetőség arra, hogy van itt, most nem tudom, elmondtam 3-4-et, de mondhatnék többet is, 8-10 egyház, és minden egyházból kivehetnénk a jót, és a rosszat ott hagyhatnánk, az milyen jó dolog lenne, ugye? Na hát ilyen hely az omega, ugye? Vagy legalábbis azt szeretnék, hogy ilyenné váljon. Én megmondom őszintén, én nem szeretem azt, hogyha valaki rosszat mond egy másik egyházról, nem mondja rosszat, hanem csinálja jobban. Én ennek a híve vagyok. Mi is csináljuk jobban. És még egyszer mondom, azokat a jó dolgokat, amik benne vannak egyházakban, mert mondom, minden egyházban én végignéztem, és néha megdöbbenek, hogy milyen fantasztikus értékek vannak, de az összes többi egyszerűen szétmossa. Hadd mondjak egy személyes példát, ami velem történt, és nagyon hálás vagyok Istennek. A gyülekezetben, amit én 8 éve vezetek, van egy református lelkész, aki most lesz 80 éves, november 17-én. 90 éves. 85 éves korában jött be a gyülekezetbe, és ott megismerkedtünk, és egyre többet járt, egyre lelkesebb volt, és egy olyan 2 év után olyan elhatározásra jutott, hogy ő szeretne bemerítkezni. Most nem tudom, mennyire ismertek a református egyháznak a szokásrendjét, de a református egyházban felnőttkori bemerítkezés az ez egy külön-külön kategória. Tehát amikor ezt a döntést meghozta, ez én merítettem be a saját házunkba, akkor 25 rokonnal jött el megnézni, mert mondta, hogy ezt nem hisszük el. Ha nem látom a saját szememmel, akkor ezt nem hiszem el. És eljöttek, és meglátták, hogy a 85 éves református lelkész bemerítkezett, mert úgy érezte, hogy Isten szólítja ennyire. De miért tehette ezt meg? És ez fontos dolog. Mert ha ezt reformátusként megcsinálja, másnap nincs munkaviszonya. Ki van rúgva? És ezek azok a korlátok, amik viszont tönkreteszik azt a sok jót is, ami sok egyházban benne van. A mai napig. Nem tudom, a Csia Lajosnak a Biblia fordítását ki ismeri.
Na, Csia Lajos egy református lelkész volt. Amikor ezt a könyvét megírta, így kirúgták a református egyházból. Gyakorlatilag, és önállóan menkedett tovább, és nyilván hatalmas dolgokat tett egyébként, és nagyon sok mindent tett, de valahogy ezt, és bennem mindig ez volt, hogy Istenem, add meg azt a helyet nekem egyszer, amikor a jókat ki tudjuk venni, és a rosszakat meg ott hagyjuk, és egy ilyet csináljunk. Én úgy érzem, hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor Isten nagyon meg fogja áldani ezt a dolgot. És ebben az is benne van, hogy nekem ez a véleményem, hogy ne mondjunk rosszat más gyülekezetekről, ez úgy legyen általánosan jellemző rátok. Mert ott is vannak, nekem vannak olyan katolikus barátaim, akik fantasztikus emberek, ők ott vannak, ott érzik jól magukat, Isten áldja meg őket. De akinek másra van szüksége, annak adjuk meg a lehetőséget. Oké? Tehát nézzük tovább, hogy ez az egyház, amiről én most szeretnék beszélni, ez az egyház, ami a bibliai egyház, és nem kötődik semmilyen földi szervezethez. Ugye hosszú lépések után most eljutottunk a mai időkbe. És ez valóban nagyon fontos kérdés, hogy minden generációnak van egy felelőssége Istentől, hogy azt az igét, amit 2000 éve mondjuk Jézus tanítást meghagyott, hogy azt a saját generációjának mondja el, magyarázza el a saját korába, a saját nyelvén. Ez egy nagyon-nagyon fontos felelősség. Tehát én úgy gondolom, ez lenne az első és legfontosabb felelősség. Sőt, folytatnám is, hogy nekünk keresztények, mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezt megfelelő minőségben mutassuk fel a hitnek az igazi erejét. És ha ezeket mind összerakjuk, amit eddig elmondtam, szerintem egy nagyon-nagyon nagy, komoly, értékes munkát tudunk folytatni. Csak egy példaként hadd mondjam a Máté 5.48-ból, ami úgy szól, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát nekünk is arra kell törekedni, hogy nem másokat szidjunk, hanem csináljuk jobban. Tehát mi az egyház felelőssége? Hát ugye az imént sokat beszélt már az egyház küldetéséről. Én úgy gondolom, hogy valóban az egyháznak a küldetés a legnagyobb felelőssége. Ugye már idéztem a Máté 28.19.20-at, ugye ezt még egyszer felolvasnám azért, most már szó szerint. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. És én, és itt jön az ígéret, veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ugye ezek Jézusnak az utolsó szavai, és utána ment a mennybe. Szóval el szokták mondani, hogy valaki egy ilyen fontos, a utolsó szavakat az ember a halálos ágyán, nem azt szokta mondani, hogy kapcsold ki a sütőt, ne kapcsold le a villanyt, hanem valami fontosabbat szokott mondani. Jézusnak úgy gondolom, ezek nagyon-nagyon fontos mondatai. Tehát ebből, ha ezt lefordítjuk, és ugye szeretnék mindenképpen a kérdésre válaszolni, ami úgy szólt, hogy az utolsó időknek mi az egyházi felelőssége. Tehát maga ez az evangelizáció. Ez nem egy részfeladat, hanem az egész küldetése az egyháznak ez kell, hogy legyen, és egyben ez a felelőssége is, hogy ezt megfelelő módon véghez vigye. És ugye csak hogy ezt még jobban erősítsem, és ez teljesen csatlakozik ahhoz, amit Imre mondott, 2 Timóteus 4.1-5-ből szeretnék egy részt felolvasni, ami így szól, hogy kérve kérlek az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. És akkor most jön a második rész, és itt mutatjuk el a mai időkhöz, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el. Ebben a korban élünk? Abszolút. Hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Hát teli vagyunk ilyen viszkető fülű emberrel, ha szétmegyünk. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, és töltsd be a szolgálatodat. Én úgy gondolom, ez az egyháznak az igazi felelőssége, de tulajdonképpen ez semmit nem változott az idők során, ez 2000 év óta így van, és minden valódi egyháznak ez a küldetése, és mindig is ez marad. De akkor mi változott? Mi az, ami a mai időkben máshogy van? De fontos megérteni, hogy a küldetés az nem változik, de az egyháznak a környezete az igen.
változik, és az egyháznak reagálni kell erre. Az egyház mindig ugyanaz kell, hogy maradjon, a változás soha nem érintheti a belső lényeget. Ez a belső lényeg. És ezt meg kell őrizni, mint a kincset. És hát ha mai időkre visszatekintünk, vagy rátekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy ma különösen nagy az egyház felelőssége. Meg kell szólalni egy olyan kérdésekben, amelyek abszolút bizonytalanságban tartják a világot. Ma nagyon-nagyon sok bizonytalan ember van, és nagyon-nagyon fontos, hogy az egyház, most ez az egyház, amit az előbb beszéltem, az tudjon válaszolni, mert sok ilyen kérdés van. Mik azok a kihívások, amik a mai időkben szembesülünk nap mint nap? Tehát a társadalomban a gazdaság drámai átalakulásának vagyunk a tanulói. Egyre inkább kezd kiépülni az egy pontból irányított a gazdaság. Ez egy pár szót, mindjárt fogok beszélni. Új etikai kérdéseket vetnek fel az egészségügyi helyzet. Ugye nem lehet megkerülni, habár nem szerettem volna a témáról beszélni, valahogy muszáj volt beszélnem. Ugye ma, ha kinyitjuk a sajtót, nem látunk más, mint a nem váltó műtétekről, az LMBTQ nincs olyan nap, hogy erről ne beszélnénk. Úgyhogy egy pár szót majd később erről szeretnék beszélni, az ige fényében. És ugye azt is látjuk, hogy folyamatos technológiai forradalmak zajlanak a társadalomban, amik régen nem voltak. Ott vagyunk gyakorlatilag a teljes robotizációban működnek már gyárak, sokat talán hallottatok a mesterséges intelligenciáról, ami alapjaiban fogja megváltoztatni az emberiség történetét. Kevesen értik még, hogy ez mennyire fontos. Ez nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogy vannak most a hatalmas marógépek, meg a daruk, amik felemelnek óriási terheket, ugye az ember erejéhez képest mennyivel nagyobbak, ugyanez fog megvalósulni a szellemi munkában, az emberi gondolkodásban. Tehát a számítógépek, a mesterséges intelligencián keresztül ugyanazt a hatást fogják elérni, egy ember tud valamit ennyit tenni, a számítógép tud ezerszer annyit. Mint hogy fel tudsz emelni, nagyon erős vagy, fel tudsz emelni, mondjuk mennyit tudsz felemelni? 200 kilót, azért van olyan dalom, ami 2000 kiló, 200 ezer kilót is fel tud emelni, ugye? Tehát akármennyit edzesz, éjjel-nappal ezt nem fogod tudni soha elérni. Ugyanez a mesterséges intelligenciával. És ezek mind nagyon nagy kihívások, és igazából erről szeretnék egy pár szót beszélni. És a fontos, én mindig szeretném a végén eljutni oda, hogy ehhez a vonalhoz visszatérjünk, hogy mi az egyháznak, tehát mindannyiunknak a felelősség ebben a helyzetben. Ugye nézzük pontról pontra a dolgokat. Ugye egyrészt a gazdaság átalakulásáról szeretnék egy pár szót mondani. A legnagyobb kihívás a mai időben, hogy a mai világgazdaság rendkívül igazságtalan. A föld magántulajdon vagyona, az nagyon-nagyon kevés ember kezébe koncentrálódott. És az emberiség történetében még soha nem volt így. Voltak különféle királyságok, gazdagságok, de hogy ennyire egy pontba koncentráljon a gazdagság, ez még nem fordult elő, és ennek mindjárt beszélünk a következményéről. Erről nagyon keveset beszélnek a sajtóba, de ez egy nagyon-nagyon fontos, mert ez van minden folyamat mögött. Tehát az a hatalmas gazdasági erő, ami így koncentrálódott, annak társadalom átalakító hatása van. És ugye nem beszélnek róla, de ha végigmennénk, akkor mindig kiderülne, hogy ki van a mögött, amit éppen tesznek, erről majd egy kicsit később fog beszélni. És ugye azt lehet tudni, hogy csak nézzük a mindjárt ismert technikai óriás vállalatokat, egyébként is jól ismerem, mert nagyjából ezen a területen mozgok. Nemrégiben jelent meg egy ilyen, azt hiszem, amerikai felmérés, ami úgy szólt, hogy a cégeket országok méretéhez viszonyították. És most már nagyon sok olyan cég van, ami sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb és sokkal hatalmasabb, mint bármelyik ország a világon. Például az Apple. Kinek van Apple telefonja? Tegye fel a kezét. No, az Apple telefon a világ 8. leggazdagabb országa helyét foglalná el, ha ország lenne. A Franciaország teljes gazdaságába vetekszik, és gazdagabb, mint egész Olaszország. Csak az Apple. Tehát aki ennek a cégnek az irányítója, milyen hatalommal bír, és akinek a tulajdonosa, az milyen hatalommal bír. És ha a Facebook egy ország lenne, akkor gazdagabb lenne, mint Svájc, Svédország és az Egyesült Arab Emírségek együttvéve. Pedig az Egyesült Arab Emírségeknek eddig komoly olajvagyona van. A Facebooknak ilyen hatalma van. Azt láttuk egyébként, hogy mit tesz ezzel. Ha csak nézzük a Microsoftot, az akkor lenne, mint Kanada. Tehát ezek a cégek, amely azt hinnénk, hogy ezek kis magánvállalkozások, sokkal jobban irányítják a világot, mint gondolnánk. Ugye ennek a legjobb példája volt az amerikai elnök választás, amikor gyakorlatilag a Twitter, meg a Facebook gyakorlatilag elintézte a választást. Ennek óriási társadalmi hatása van, és ennek nagyon-nagyon fontos
jelentősége van. Tehát nagyon fontos, és ráadásul ezeknek a multinacionális vállalatok között nagyon sokszor ugyanaz a tulajdonosa. Van egy ilyen svájci könyv, milyen vastag, ami egyszer végigment, és nem tudom, több ezer ember több tíz éven keresztül kutatta, hogy mely cégeknek végül is kik az igazi tulajdonosai, és a végén a szálak szinte egy kézbe vezettek, nyilván idézőjelbe, tehát nagyon kevés kézbe vezettek. És ez azért nagyon fontos, mert ezek a vállalatok mögött állók, akiknek óriási pénzeszközök állnak a rendelkezésükre, ők irányítják a mai világnak a folyamatait. És nem az országok vezetői. Az országok vezetői néha csak látjuk, hogy hogyan pattognak, és mint a bábúk úgy mozgatják az országok vezetőit. És nagyon, ez azért nagyon fontos, mert ismerjük mindjárt a Bibliában az egy pontból irányított világot, és gyakorlatilag ez általuk fogunk megvalósulni, és én most felolvasnék egy könyvet a Jelenések könyvéből, amikor ezt a témát nézegettem, akkor ez nagyon kiugodott nekem, nem tudom, mit szóltok ehhez, felolvasom. Jelenések 17, 12, 14. Azt mondja, 10 szalv, amelyet láttál, 10 király, akik még nem kaptak királyságot. A Biblia mit nevez királyság? Általában országhoz kötődik a királyság. Tehát van 10 király, akiknek nincs királysága, de mégis király. Ez nem hasonlít ez a helyzethez? Ez nagyon hasonlít ez. És ezek a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Na most nyilván az egyetlen órát jelképesnek kell érteni, azt jelenti, hogy rövid időre, de óriási hatalmat kapnak természetesen. Azt mondja, ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. És akik vele vannak, azok elhívottak, választottak és hűségesek. Ez nagyon-nagyon-nagyon összejön ez nekem ezzel a mai helyzettel. Egy kicsit nézzünk, és talán végén majd összefoglaljuk. Kicsit nézzük az új egészségügyi lehetőségeket. Tehát új etikai kérdések jönnek elő, és ugye azt tudjuk, amikor megjelennek különféle technológiai fejlesztések, a jog az ezzel le van maradva. A jogászok még a mai napig az informatikai törvényeket nem tudják meghozni, pedig az most már lassan 40 éve van, de olyan dolgok, amik megjelennek, ilyen például ugye az autóvezetés, van már önvezető autó, de amíg jogilag nem lesz rendezve, teljesen fölösleges, nem lehet használni. És a jog meg iszonyatosan le van maradva, ugyanígy van az egészségügyi lehetőségekkel is. Ugye itt, ami a legjobban borzolja a kedélyeket, ezek a bizonyos nem váltó műtétek, amire sokat olvasunk a mai nap és minden sajtóban. És akkor rögtön fel kell tenni a kérdést, hogy ez valami tudomány vagy ideológia. Miért kell ezt ennyire előrehozni? És akkor kicsit utána nézzünk ennek, akkor rögtön látjuk, hogy külföldi példában nagyon jól látható, hogy azokban az országokban, ahol az a bizonyos LMBTQ lobby jelentős társadalomformára előretett szert, egy évtized alatt, tehát 10 év alatt több mint 1000%-kal emelkedtek a nem váltó műtéteknek a száma. 1000%-kal. És akkor csak, hogy milyen világban élünk, itt most összeértem néhány olyan pontot, ami 10 év ezelőtt szinte lehetetlen lett volna, hogy állunk a politikusainkkal. Finnország, amelyik legliberálisabb ország Európában, a Finnországnak a volt belügyminisztere, még egyszer mondom, akár 6 év börtönbüntetést kaphat, amilyet Pál apostolt idézte, egy közösségi oldalon, egy Twitter bejegyzésbe idézte egyébként, egész pontosan maga a hely, amit idézett, az a római levél 1:6-28, ami a homoszexualitásról szól, ezt elég jól ismeritek. Miután ezt be lehet idézni, 6 év börtönre ítélhetnek egy belügyminisztert. Nagyon a Pintér Sándort nálunk valaki elítélni, mert a Bibliából idézett. És ez teljesen ügyészi eljárás folyik ellene, és ez napi ügy. Egyébként ez egy hölgy, egy 50 év körüli hölgy, és ha valakit érdekel a YouTube-on, megvan egy interjút készítettek vele, és az egész sztorit el tudja mondani, most nincs erre időm. De ha érdekel, meg tudjátok keresni a YouTube-on. Második ilyen dolog, ami szintén a mai idők, és hogy milyen időkben élünk, ezt szeretném először kicsit egy ilyen kis korrajzzal bemutatni. Van egy transznemű Rachel Levin ember, aki amerikai igazságügyminiszter helyettes lett. A hivatalba lépése 2021. március 26-án történt. Ugye azt jelenti, hogy nem váltó műtétet hajtott végre, és ő az amerikai egészségügyi miniszter. Képzeljük el, milyen törvények fognak születni Amerikában. Eddig is mik voltak, és mi lesz most. De hogy maradjunk Európában, van egy Petra de Sutter nevű, ő az első transznemű miniszterelnök helyettes az EU-ban. Ő egy 58 éves férfi,
aki nővé operáltatta magát, és a hivatalba lépése 2020. október 1-én történt. Ilyen politikusok vannak ma Európában és Amerikában, és akkor most már talán jobban megértjük, hogy miért jönnek ilyen hírek a világra. De mondom tovább, kicsit az egyházról is beszélünk most, ugye az általános egyházról, az amerikai evangélikus vagy luteránus egyház püspökévé nevezték ki 2021. május 8-án, tehát most nem olyan régen, egy Megan Rochert nevű embert. Ő az első transznemű ember, aki püspöki tisztséget tölt be egy keresztény felekezetben. Itt tartunk. Amerika. Evangélik. Meg kell mondjam, az evangélikus egyház, ugye beszéltünk a reformációról, aminek óriási kincsei voltak, de ma, ami a, például az evangélikus egyházban zajlik, akár Finnországban vagy Svédországban, az szinte döbbenet. Az döbbenet. Luther Márton szegény szerintem forog a sírjában, az egészen biztos. És akkor még egy kicsit tovább menjünk a kultúra irányában, ugye sokan jártok moziba, és ugye 2021-ben a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat egy transzexuális pincénőről szóló, valójában nagyon-nagyon közepes chilei film kapta. Régen az Oscar-díj az egy minőség volt. Most már ez is mind teljesen politizálják, és teljesen használják az ideológiához. És nagyon-nagyon fontos ezért, hogy, és most arra szeretnék rávilágítani, hogy a politikai eszköz lett ez a gender, nevezzük gendernek, sokféleképpen ejtik, de nevezzük gendernek, mert ez egy ideológia. Egész Európában és az USA-ban, és nagyon fontos, és ez azért mondom el nektek, hogy legyetek ezzel óvatosak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a gender ideológiának hatalmas lobby ereje van, és ezek a cégek, akikről az előbb beszéltem, hogy milyen hatalmuk van és milyen vagyonuk van, ezek mind beállnak ez az ideológia mellett. Az összes nagy multi cég, ez mind beáll emögé, és ezt gondoljátok, mekkora erő és mekkora hatalom. És nagyon-nagyon fontos, hogy már rég nem az emberekről szól ez az egész történet. Rég nem, hanem egy ideológiai eszköz lett, és egy politikai eszköz lett, és azt tudjuk, hogy politizálni igen-igen veszélyes. Csak hogy elmondjam, mert lehet, hogy valakinek az a szó, mi ez a gender, nem tudja, hogy a gendernek az a lényege, hogy külön választjuk a társadalmi nemet a biológiai nemtől. És utána mindenki szabadon megválaszthatja magának a nemét. Most itt én ide állok, és látjátok, hogy ki vagyok, és azt mondom, hogy egy 12 éves nigériai feketebőrű lány vagyok, látjátok? És elmegyek mondjuk valahova, mondjuk Dániába egy pszichológushoz, akkor azt mondja, oké, elkezdünk téged hormon kezelni, ha akarsz, mehetsz nem váltó műtétre, és előbb-utóbb átoperálunk téged ilyen kislányra. Ez van ma. Ez van ma. És ami még ennél még megdöbbentőbb, hogy Angliában, ami egyébként azért nekem mindig valahol a magaslatokban volt a demokráciában, Angliában nem szükséges szülői beleegyezés, hogy valakinek a gyerekét nem váltó műtétet hajtsanak végre. Mondok egy szélsőséges példát, beadja valaki a gyerekét az óvodába, és azt mondja, elmegyünk egy hét osztály kirándulásra, és visszakapja a kisfiút kislányként. Képzeljétek el, mit történne. És ez ma törvényes. És nem mehet a bíróságra, hogy most mit csináltak a gyerekemmel. Mert nem szükséges a szülői beleegyezés. Itt tartunk ma. Itt tartunk ma. És még egyszer mondom, ez nem az emberekről szól, hanem és hogy az emberekben felvetődik, hogy miért van ez? Miért csinálják ezt? Van egy ilyen megfogalmazás, amelyen nagyon mélységesen egyetértek, ami így szól, hogy a gender elmélet veszélyesebb, mint a nácizmus és a kommunizmus együtt. És azért ilyen veszélyes, mert a hagyományos család pusztulását hozza. Éppen ez a célja. És ezért erőszakolják. A családot széthombolni elég nehéz, mert az emberekben benne van génjeibe, hogy a család az egy teljesen normális, természetes állapot. Erre megbízták a világ legnagyobb marketinges cégeit, meg a pszichiátereit, hogy találjatok ki valamit, hogyan tudjuk széthabontani a családot. Ez a gender ideológia. Semmi köze már az emberhez, az embereket már csak eszközök. Tehát nem árt odafigyelni. És ami szintén nagyon fontos, és azt hadd javasoljam nektek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a dühös reakció, meg a teljes ellenszegülés, ez sokszor nem segít, ugyanis akkor pont abban a helyzetben kerülünk be, amit ők szeretnének. Mert ha valaki elmegy, és neki megy nyíltan, és elkezd tiltakozni, akkor bementi az ő csapdájába. Tehát nagyon okosnak kell lenni, amikor egy ilyen helyzetre találkozol. Mert sokszor provokálják a gyülekezeteket, provokálják az embereket, és ne esetek be a csapdába, hanem kérjetek bölcsességet a Szent Szellemtől, hogy mit mondjak most. Mert ha dühösen nekimész, akkor öröknek rajtad, és győztek. Vigyázzatok, legyetek nagyon óvatosak ezzel kapcsolatban. És még egy példa, ez azért is érdekes, hogy ez mennyire politika, és nem az emberekről szól.
Amerikában végeztek egy kutatást, és megvizsgálták azt, hogy 100 000 emberből összesen 390 embert érint ez a probléma. Mert valóban vannak ilyenek, akiknek vannak identitás problémái, ezek voltak régen is. Magyarországon már 20 éve végeznek nem váltó műtéteket, nem tudom, tudjátok-e. De ez egy nagyon szigorú szabályok között ment, és nem is beszéltek róla, ez egy egészségügyi kérdés volt. Pszichológiai, most politikai kérdés, tehát azért beszélnek róla. És nagyon-nagyon fontos, ez 0,39%. Tehát az embereknek a 0,39%-át érinti, és mégis teli van vele minden. Itt már rögtön kilóg a lóláb. Ha ilyen történik, az embernek éreznie kell, hogy itt másról van szó, mint amiről beszélnek. A pata, kilóg a pata, valakinek a patája, ismeritek ezt. És akkor erre szeretnék egy dolgot mondani, amit szintén kicsit lehet, hogy meg fogtok döbbenni, hogy mivel magyarázzák, és vannak már, ugye előbb beszéltem, hogy vannak püspökök is, akik ezt elméletet vallják, és tudjátok, melyik igehelyet használják ehhez? Csak elmondom nektek, hogy tudjátok. A Galata 3.28-at, ami így szól, nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő. Mert mindannyian egy életetek Jézus Krisztusban, és ez sokszor a gendelmeknek a totális félre magyarázás. Aki ilyet mondanak, fogalma nincs a Bibliára. De hát az emberek egyébként sem ismerik a Bibliát, tehát könnyű őket félrevezetni. Ha mondanak egy igehelyet, az emberek sokszor meg is győzhetők. De ennek semmi köze ehhez. Totálisan másról szól ez. De mondok még egy durvábbat, és most figyeljetek. Amikor ezt először olvastam, én is csak nevettem. Ez úgy szól, ezt mondják szintén a gender lobbisták, ha Isten Ádámból teremtette Évát, akkor Ádámnak kezdetben két neműnek kellett lenni, és Isten egy nem váltó műtétet hajtott végre. Képzeljétek el. Ilyeneket lehet olvasni az újságban. Ugye érzitek, hogy ez mennyire nonsens. Nonsens. De a lényeg az, hogy mindig találnak ehhez olyan embereket, az úgymond az egyházba, akik erre még ugranak is. Ugye nagyon-nagyon legyetek óvatosak ezzel a területtel, mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes. Sokkal több van mögötte, mint a jéghegy. Ugye a jéghegyből látszik 10%, és ha neki megy a hajó, víz alatt van a 90, és akkor összetörik, ne törjetek össze. Tehát legyetek óvatosak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy és most térjünk vissza az eredeti témához. Az órára nézek, még fél óra, ugye? Oké. Visszaszámlálás megy. Tehát, hogy mi a felelőssége az egyháznak is, nektek is egyenként, meg nekünk is mi a felelősségünk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy el kell határolni, falat kell állítani az ilyen igekiszakítók, meg az ilyen tudóskodók ellen, akik nem ismerik a Bibliát, de idéznek belőle. És akik még kevésbé ismerik, azoknak persze még lehet, hogy működik is, de egy kicsit is ismeri, annak ez nyilván nem magyarázat. És ezért is nagyon-nagyon fontos a Biblia oktatás. És ezért nagyon, mert ugye nem elég a Bibliáról tanítani, megtanulni bizonyos igehelyeket, hanem nagyon fontos, hogy meg kell tanítani az alapértékeket, az összefüggéseket, annak a horizontális szerkezetek között. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a gyülekezetben is szükség lesz arra, hogy az eddigi oktatásnak legyen majd egy folytatása, mert most a könyvekre koncentrálunk, de kellene majd egy összefüggéseket is vizsgálni, hogy ne lehessen ilyenekkel beedetni bárkit is mindenféle ilyen kiragadott igehelyekről. Sokszor a gyülekezetekben is néha hallok olyan kiragadott igehelyeket, amik nem állják meg a helyüket is. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, és ezt azért mondom, mert szeretnék mindenkit óvva inteni ezektől a dolgoktól, hogy ahogy a homoszexualitás propagálása mögött is egy tudatos stratégia állt, és ma is áll, és amely a fogalmaktól kezdve az egész jogszabályokat felülírta, és ezt meg is tették, nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy a biológiai nemnek is a relativizása ugyanúgy nem véletlenszerű, hanem egy tudatos stratégia áll mögötte, és ennek ez a lényege, hogy hogyan verjük szét a családokat. Mert amikor, ugye nem tudom, emlékeztek el, volt egy ilyen nagy divat a sportban is, hogy család az család, emlékeztek el az övegem. Az volt, hogy van 4 apuka, meg 3 anyuka, és lehet, hogy mindenki férfi. De ezt magyarázták, hogy család az család, mi a szeretetben vagyunk, ez miről szól? A családnak, ami egy férfi és nő kapcsolat, a teljes szétverése. Emiatt ez az ideológia szól. És ez nagyon-nagyon fontos látni, hogy a mögötte lévő erőket lássuk. Az lényeg az, hogy az életnek a minden területén lőnek, és egy teljes letámadás van. És ugye a szintén egy harmadik téma, és akkor megint hadd segítsenek benneteket ezzel is, hogy a gender ideológiában azt hirdetik, hogy a teremtő mindannyiunkat egyformán szeret. Ugye ez nagyon jól hangzik, és valamilyen van is benne igazság, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy az üzenetek az egyik fele.
Tehát, hogy azt hirdeti valaki, hogy Isten a bűneinkkel együtt szeret minket, akkor azt állítjuk, hogy Jézus Krisztus feleslegesen szenvedett. Tehát, ha valóban szeretjük az embereket, akkor el kell mondani üzemnek nem csak azt a részét, ami így hangzik, hanem azt is, ami esetleg kényelmetlen. És nagyon fontos, hogy az, aki kicsit a Bibliát ismeri, az a Szentírás 1 Mózes 1-től egészen a Jelenésekig azt állítja, hogy igenis van bűn, és van bűnhődés. Mert ugye a liberálisok most azt mondják, hogy nincs olyan, hogy bűn, az attól függ, hogy. Erről mindjárt kicsit fogunk beszélni. És ezért én úgy gondolom, hogy az utolsó időknek van nagyon sokról minden lehetne beszélni, de az idő miatt én most kiragadtam az utolsó idők 3 legfontosabb kihívását. Hogy mi az, ami szerintem a mai korban a legveszélyesebb, és legjobban kell figyelni, és a mi felelősségünk is benne van, hogy erre figyeljünk. Az első, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy az emberiség egyik legnagyobb probléma az úgy, hogy erkölcsi relativizmus. Ezt mindjárt meg is magyarázom. Ez azt hirdeti, hogy nincsenek abszolút erkölcsi értékek, nincsenek abszolút ítéletek, és hogy minden erkölcsi ítélet relatív. Ugye erre van egy nagyon jó bibliai frappáns válasz, az Ézsaiás, egy kedvenc nagy profétám, Ézsaiás 5:20-21-ből, ami így szól, ez ugye elég több ezer év ezelőtt mondta, és nagyon jól mondja, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Ez tökéletesen illik el az erkölcsi relativizmus. És ma tényleg ez van, hogy a Ézsaiás 5:20-21. Ézsaiás 5:20-21. És ma pontosan erről van szó, hogy a rosszat mondják jónak, a jót mondják rossznak, és az emberek nagy része lenyeli, mint kacsanó kedlit, mert nincs alapjuk. Az emberek teljesen kicsúsztott minden erkölcsi alapjuk. És gyakorlatilag ennek is, tehát ennek a folyamatnak, gyakorlatilag nevezzük továbbra is relativizmusnak, az a célja, hogy az isteni eredetű erkölcsi törvényt összemorzsolja. A Biblia ennek pont az ellenkezőjét mondja. És ugye óriási támadás van ma a Biblia ellen. Mindig is volt, ezen elpődjünk meg, tehát amióta a Biblia létezik, mindig támadták. Ez igazából a felvilágosodás óta, 1789 óta ez egy hobbi téma. Több tízezen ebből élnek, hogy Bibliát támadják, de mindig lepattantak. Nem tudom, emlékeztek a Nietzsche, nagyon híres német filozófus, aki a maga idejében így fogta a Bibliát, Svájcba, és azt mondja, tessék, nézzétek meg ezt a könyvet. Ezt 100 év múlva senki, de senki nem fogja olvasni. És eltelt 100 év, és abban a házban, ahol ezt Nietzsche hirdette, Istennek mi a módérzéke van, tudjátok, mi működik ma? Egy bibliai iskola. Istennek van humorérzéke. Szintén van egy ilyen viccem, amit hadd mesélek, el szoktam azt mondani, hogy van egy ilyen, ugye nagyon sok falfilka van ma is a falon, és van egy ilyen falfilka, ami úgy szól, Nietzsének volt egy ilyen híres mondás, hogy Isten halott. Ez biztos, aki ismeri Nietzsét, halott már erről. És van egy falfilka, hogy Isten halott, aláírás Nietzsche. 100 évvel később ugyanazen helyen, Nietzsche halott, aláírás Isten. Ez úgy kicsit érdemes belegondolni ezekben a nagy divatos, ugye megint erről van szó, hogy az emberek keresnek maguk tanítókat, mert viszket a fülük. Itt ugyan erről van szó. És ugye van ezzel kapcsolatban, és ezzel a relativizmusra kapcsolatban Chesterton, ez egy nagyon híres Biblia barát ember, és van egy ilyen mondása, ami nagyon idebeg, azon az erkölcsiség minden félelmetesen bonyolult minden olyan ember számára, aki elvesztette minden alapját. És ma itt tartunk, hogy az emberek döntő részük minden emberi alapot nélkülöznek. De C.S. Lewis, aki egy nagyon kiváló keresztény író volt, van egy könyve, aminek az a címe, hogy a szubjektivizmus vége, szubjektivizmus mérge, és ebben a művében azt mondja, hogy az a relativizmus bizonyosan véget fog vetni a fajunknak, és elkárhoztatja a lelkünket. Ezt legalább 100 éve írta, de ez egy nagyon-nagyon olyan mondat, ami mai nap látjuk, hogy mennyire működik, és mennyire veszélyes. Tehát ne menjen be senki ebbe a zsákutcába, azért szeretném. Ugyanom ez egyik legnagyobb kihívása az egyháznak, és a legnagyobb problémája. És ugye a Biblia elkölcs az abszolút egyetemes alapelvekre épül, a természet törvényére, a lelkiismeretre, ezen nyugszik, és nagyon fontos,
hogy Isten az általános elkölcs végső forrása. És Istenhez hasonlóan ez soha nem változik. Soha nem változik. Tehát ennek ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mi odálljunk, és hirdessük ezt. És az egyháznak ezen a területen két nagyon fontos feladata és felelőssége van. Az egyik az evangelizálás kifelé, és a másik a saját állapotának javítása befelé. Hogy az egyházban ne lehessenek ilyen mozgalmak, meg ilyen irányok, akik mindent kiszolgálnak. A második ilyen nagyon, nagyon fontos kor probléma és kor jellemző az apostázia. Ez azt jelenti, hogy a hittől való elszakadás, vagy hitehagyás. Hát ugye Imre is beszélt arról, hogy az egyházak hogyan örülnek ki, és persze van, aki az egyházakból átjön más gyülekezetekbe, nagyon sok ember megy a világba. Tehát nagyon-nagyon nagy a hittől való elfordulás, és hogy tudjuk, ismerjük Jézusnak azt a mondását a Lukács 18:8-ban, ami így szólt, hogy de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Én mikor 30 éve megtértem, ezt olvastam, akkor még 30 éve előtt még nagyon más helyzetek voltak. Most már úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon itt van. Mikor eljön az ember fia, Jézus második eljöttelére van itt szó, vajon talál-e még hitet a földön? És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az egész világ mint egy óriási úthenger próbálja a kereszténységet elsöpölni. Ezt biztos látjátok, nagyon-nagyon sok helyen lehet erről olvasni. Az Európai Unió az határozottan tiltakozik arra, hogy a kereszténység bármilyen módon is be legyen véve az alapokmányba. És hogy azt is látjuk, hogy gyakorlatilag szinte minden a világba, minden a kereszténység ellen szól. A kereszténységet próbálják teljesen leradírozni a földön. Ugye, ha valaki elmegy egy moziba, ugye Hollywood a nagy mozi főváros, én jártam Hollywoodba olyan 7-8 évvel ezelőtt, tehát ha valahol a bálványimádás szinte megfogható a levegőbe, az Hollywood. Tehát Hollywood olyan szintű bálványimádás van, amit nagyon nehéz elképzelni, és a filmek is, amit készítenek, sokszor még a bibliai témájú filmek is, volt a Noéről most egy film, aminek semmi köze nem volt a Bibliához, teljesen biblia ellenes volt, nem meg sem néztem, meg kell, hogy mondjam, mert tudtam nagyjából, miről van szó, és ilyeneket nem is pazarlom az időmet. Tehát amikor Hollywood bármit, még a Biblia témát, azt is arra fordítja föl, hogy a hitet kiölje az emberekből. Ugyanez a gender, de ugyanez a popzenébe is. Ugye sokan emlékeztek még a Beatles-re, talán még a fiatalok is ismeritek, amikor a Beatles együttes felbomlott, a John Lennon önálló karrierbe kezdett. És a John Lennon hihetetlen népszerű volt abban az időben. És John Lennonnak volt egy ilyen mondata halál előtt egy évvel, hogy többen ismernek engem a világon, mint Jézus Krisztust. Ez egy elég súlyos kijelentés volt. És az egészet tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy nagyjából igaz is volt. Hát abban az időben, abban a 2-3-4 évben a világnak az a része, aki Jézustől nem is hallott, de a Beatles zenéjét hallotta. És az egész világon, hiszen tudjuk, hogy milyen népszerű volt, de abban a picik is intervallumban a legnagyobb hazugság mindig azért veszélyes, mert van igazságtartalma. De hogy miért mondta, és milyen zenéi voltak, ismertek az Imagine nevű számát, ami egy gyönyörű szám, tehát egy tipikus példája annak, hogy egy gyönyörű csomagolásból hogyan lehet elkölcsileg bomboló tartalma erre tartani. Hogy képzeld, hogy nincs mennyország, nincs pokol, nincs menny, nincs semmi, csak úgy vagyunk, mindenki szereti egymást, ez a kedvenc ideológiájuk. És ugye Hollywoodban ma nagyon sok ilyen film van, ami az alternatív megváltást kínálja. Tehát ha arról szól, hogy nincs szükség Jézus Krisztusra, hagyjuk a vallásokat, éljünk együtt, szeressük egymást, de tudjuk, ez nem működik. Ez abszolút nem működik, és ez nagyon-nagyon, az egésznek az a célja, még egyszer mondom, hogy egy világi úthengerrel eltakarítsák a kereszténységet az útról, és ebben vannak komoly eredményeik, és nagyon-nagyon fontos, hogy az egyháznak az apostáziája egy nagyon-nagyon fontos, egy lassú elszakadás, és nagyon fontos az eredeti hittől és az igei értékrendtől. Ugye azt is látjuk, hogy próbálnak létrehozni közös világvallásokat. Nagyon erős a tendencia arra, hogy ahogy egy pontból irányítsuk a világot, legyen egy világvallás. Ez nagyon-nagyon közel van. Ez mind ennek a kihívása, ez az apostázia. És akkor szintén egy biblia igét hadd olvassak fel a Tesszalonika 2:3-ból, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. És ugye a törvénytipró, hogy azt kell érteni, hogy amikor a Biblia, ugye ez az Ószövetség beírt, ugye a Bibliát a zsidók három része osztják, vannak a törvények, a proféták és az írások.
ugye a törvényekben a Mózes törvényéről van szó, tehát itt nem a PTK-nak a tiprásáról, hanem az Isten törvényeinek a tiprásáról van szó. És az Isten törvényének a tiprása ez zajlik mai nap. Amikor mindent, ami a világ rendje, azt próbálják tipolni, és az ellenkezőjére kifordítani. Tehát nagyon fontos, az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Ez szintén egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. És akkor szintén a Máté 24:10-12-ből hadd olvasok fel egy részt, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ugye itt is a törvénytelenség az Isten törvényének a tiprásáról van szó gyakorlatilag. És ugye azt is látjuk, hogy a hitehagyás, az apostázia és az ateizmus az óriási mértékben terjed. Csak egy példát, szintén egy felmérés. Nagy-Britannia, aki ugye mindig is azért a hitnek egy bástyája volt, új adatokat végeztek egy felmérést, és úgy szól, hogy minden negyedik brit vallástalannak mondja magát. Ez ezredforduló idején még csak 15% volt. Tehát drámaian hat nő azoknak a száma, akik ateisták lesznek és Isten tagadók lesznek. És akkor a harmadik rész, amiről még szeretnék beszélni, és ezt mindjárt a napunk bőrünkön érezhettük, a harmadik ilyen legnagyobb kihívás az egyházzal szemben, a szabadságnak a beszűkülése. Ez egy olyan dolog, amit a bőrünkön érzünk nap mint nap. Ugye van itt a vírus, van itt a gender, és van, én úgy értem, hogy médiaterror. Ugye manapság vannak ezek a bizonyos médiák, amiről beszéltem, a Facebook, Twitter és egyéb mások, egyszerűen nem tűrnek meg más gondot, mint ők kitalálnak. Ha valaki bármi mást akar írni, az azonnal törlik. Erre külön embereket alkalmaznak, Magyarországon is van ilyen, nekem egy ismerősöm, aki a YouTube-nak dolgozik, és ez a feladata. Hogy megadott elvek szerint töröljön tartalmakat, most nem akarom erről nagyon beszélni, de ez ennyire valóságos. És ugye azt is láttuk, és ezt nem nagyon kell magyarázni, hogy az egész járványkezelés az egész világban abszolút roncsolta a demokráciát. Most éppen végeztek egy felmérést, az 2 vagy 3 napja olvastam, tehát ti is olvastátok, Németországban rendelték meg, hogy a német emberek a szabadságokat hogy látják most, és mondjuk 3 évvel ezelőtt. És drámai módon az egész német lakosság azt mondta, hogy a szabadság szinte megszűnt. Drámai volt a szabadság. És ezek még egyszer olyan felmérések, nem csak szubjektívek. És hogy azt is láttuk, meg azt is láthatjuk, hogy a kormányok által elfogadott lezárások és különféle korlátozások, 2020-ban az ország döntő többségében nagyon-nagyon súlyosan sérültek az állampolgári jogok. És ez eléggé egyértelmű. És hogy ez is jellemző volt a mai világra és a mai egyház felelősségére, hogy erre a krízis helyzete volt reakcióként az államnak a hatalma rendkívül megerősödött, monopolizálja az erőforrásokat, felelősödik az állami beavatkozás, és az információ való hozzáférés meg teljesen beszűkült. Teljesen. Ma nem lehet objektív, a vírussal nem lehet objektív módon beszélni sehol. Csak egy dolgot szabad mondani, ha bárki más mond, az azonnal kitüntetik, eltörlik minden. Ez minden, csak nem demokrácia. És ugye azt is látjuk, hogy Amerikában és egész Nyugat-Európában és Ausztráliában mennyire szűkül a szólásszabadság és nő a véleményterror. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a közösségek is erre sajnos ilyen negatív dolgok ütötték fel a mai egyháznak a köreit, hogy idomulnak ehhez az egyházak. Nem beszélnek mindenről, és nem vállalják a konfliktust. Ugye a konfliktus vállalása az egyéni kapcsolatokban is rendkívül fontos, de itt is nagyon-nagyon fontos, hogy nyilvánvaló, nagyon fontos, hogy nem szabad idelőjetek, én vagy ilyen céltábának lenni, de egy bizonyos határokat meg kell húzni. Hogy mi az, amit el tudunk fogadni, és mi az, amit nem. És ez egy nagyon nagy kérdés, és ez az egyháznak szerintem az egyik legnagyobb kihívása a mai időben, hogy hol a határ. Hol a határ? Meddig lehet elmenni? Meddig lehet kvázi időzőjelben idomulni, és hol kell azt mondani, hogy na, itt most már itt nem megyünk tovább. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne váljon a gyülekezet azért csak azért populárissá, hogy minél többen megtérjenek dolgok, ha nem beszélünk. Bizonyos dolgokat ilyen is ki kell tűzni. És valahogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy az egyház, most megint az egyházról beszélek, amit a legelején definiáltunk, gyakorlatilag is az egyháztagok, akik a bibliai hitükhöz ragaszkodnak, azok olyanok, mint az utolsó időben, mint egy ledobost kommandó. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni a hitükhöz ragaszkodó embereket, mint egy kommandó, biztos ismertek ilyen filmeket,
akik ledobnak egy ellenséges területen, mert itt mi is a világban ellenséges területen vagyunk. Mindenki támadja a Biblia alapi érdekeket, mindenki támadja a hívőket, sokszor még az egyház tagok is támadnak más gyülekezeteket. És a kommandósnak mi a legfontosabb feladata? Hogy legyen nagyon jó kiképzett, legyen felkészült, és éljen túl. Tehát egy kommandósnak a legfontosabb feladata, hogy ne lőjék le az első egy percben, mert akkor fölösleges volt évekig kiképezni. Egy jó kommandós 4-5-10 évig képeznek ki. És ismertek ilyen filmeket, de jó kommandós mindent túlél, néha még a filmekben azt is, amit nem lehetne. De nagyon fontos, hogy valami ilyen módon, tehát aki mai világban igyekszik a Biblia hirdetését megtartani, annak egy ilyen túlélő módba kell kapcsolni. De nagyon-nagyon fontos, és azért ezt is látjuk, van, ahol ez fizikai dolog, tehát ugye biztos olvastátok itt is a híreket, hogy Afganisztánban a tálibok átvették a hatalmat, és mentek házról házra, semmi más nem tettek, elkérték mindenkit a mobiltelefonját, és akinél Bibliát találtak, azt ott helyben kivégezték. Ez napi hír, és ez nem mese, ez így történt meg. Tehát van, ahol ez fizikai kényszer, itt, ahol mi élünk, ez nem annyira fizikai harc, sokkal inkább lelki-szellemi harc. Az embereket, akik a hitüket vállalják, nagyon sokszor kizárják, kiközösítik, nem engedik szóhoz jutni. De Istennek nagyon fontos, mindig megvan a módszere. Tehát akik Istenhez hűségesek, Isten mindig megtalálja a módszert. Nagyon fontos, hogy Krisztus feltámad, a gonosz nem győzhet. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Oké, nézzünk még egy részt, és akkor nem soká be is fejezném. És ami nagyon fontos, és szintén a mai időkre jellemző, és az utolsó idők egyházának nagy kihívása jellemző, hogy ugye látjuk mindnyájan, hogy az ördög mennyire növeli a seregeit. És nagyon-nagyon fontos, hogy nagy gonoszságra viszi az embereket, de nagyon fontos, és ez mindig így volt a történelemben, hogy Jézus Krisztus is megnöveli a seregének az elejét. Tehát mindig ez adjon nekünk előt. És ugye ismerjük a búzáról és a konkordról szóló példázatot a Máté 13:24-30-ban, és hogy ott nyilván Jézus világosra tette, hogy a két növénynek együtt kell nőni. Egy kis részt fel is olvasnék ebből, ugye ismerik mindjárt a történetet. Azt mondja, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Tehát Isten ennyire vigyázza az övéit. És ez mindenképpen vigasztaljon. De amit sajnos ebből a tanulításból tudnunk kell, hogy a világnak a végéig, ugye az aratás az a világ vége, a világnak a végéig ez így lesz. Nő a búza, és nő a gonoszság is. Tehát senki ne akarjon harcolni a gonosz ellen, mert nincs esélye. Nincs esélye. Ezt valamilyen módon tudnunk kell kezelni, hogy nő a búza, nő a konko is, és valamilyen módon, csak nagyon fontos, hogy el kell tudni különölni. Mert a baj mindig itt van, és nagyon sok egyház elkövető túlságosan behódol, besimul, hogy ne bántsák, ne zaklassák, és olyan kompromisszumokat tesz, ami összemossa utána minden mással. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. És hogy azt is lehet látni, és azt is láthatjuk a mai világban, hogy az igazi egyház egyre krisztusibb lesz, a világ meg egyre szatanikusabb lesz. Az egyik oldalon a Krisztus, a másik oldalon az Antikrisztus szellemével töltekezik be mindenki, és a Jelenések 22 felolvasával fejezném be, a Jelenések 22:11-13 így ír. Amikor ezt elolvastam, akkor először akkor olyan furcsának érteztem, még mindig kicsit furcsa, és elég erőteljes. Így szól. Ez utolsó időkről szól. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. És aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és a omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Tehát itt is ez nagyon-nagyon összefügg ezzel a búza konkoly példázattal, hogy milyen világban élünk, de nyilván ennek egy megfelelő módja az, hogy amiről az előbb beszéltünk, és ugye az oktatásnál is szóltunk arról, hogy az Isten az elkötelezett embereket keresi, és nagyon-nagyon fontos, hogy a szilárd embereket keresi, tehát meg kell erősödni hitben, tudásban, jellemben és minden másban, mert nyilván ismerjük, hogy ez ilyen időkkel jár.
Én nagyjából ennyit szerettem volna mondani, és igazából próbáltunk az utolsó idők egyházának a felelősségéről beszélni, hogyha ezt röviden kéne összefoglalni, a felelősség az, hogy meg kell maradni hitben. Meg kell maradni hitben, és Isten, és bízni abban, hogy Isten igenis hűséges, és az ő kommandósait nem hagyja cserben. Amen.